elhagyottan. Az ember gyakran lát az út mentén szaladó kutyát, ebben a jószágban mégis volt valami, amitől lelassítottam, hogy utána nézzek. Kis barna állat volt, velem szemben az út túloldalán futott, Méghozzá nem csak úgy bóklászott a mező szélén, hanem teljes erőből rohant rövid lábain, előre szegett fejjel, mintha kétségbe esetten utol akarna érni valamit, ami talán a kanyar mögött volt. Amint szembefutott velem, csak egy pillanatra láttam a szemét és kilógó nyelvét, aztán már tova is tűnt. Lefékeztem, és egy darabig a visszapillantó tükörből figyeltem, amint a csöppjószág távolodik tőlem, amíg bele nem olvadt a táj színeibe. Amikor ismét begyűjtöttem a motort, nem igen tudtam figyelni az előttem álló feladatra, mert egyre csak az állat kétségbe esett erőfeszítése és végtelen riadalma foglalkoztatott. Tovább hajtottam, de a kutya csak nem ment ki a fejemből. Ugyan honnan keveredhetett ide? Az út kihalt, vidéken átvezetett, erre nem voltak tanyák, és parkolóautót sem láttam sehol. Abban pedig biztos voltam, hogy az állat nem csak úgy jó kedvében eredt futásnak. Nem volt mese, végére kellett járnom. Itt nem szegélyezte fal az országutat, könnyű volt megfordulnom. Meglepően sokáig kellett visszafelé hajtanom, mire megláttam a kis állatot, amely még mindig folytatta hosszú, magányos futását, bár a közeledő autó hangjának hallatán egy pillanatra megállt és szemügyre vett, de aztán szaladt tovább. A mozgásán azonban láttam, hogy majd összeesik már a kimerültségtől, ezért aztán vagy húsz méterrel megelőztem, hogy bevárjam. Kiszálltam, és letérdeltem a fűbe az út mellé. Nem tiltakozott, amikor gyengéden a karomba vettem. Border terrier volt. Gyors pillantást vetett az autómra, aztán ismét az előttünk húzódó országot ad fűrkész Nyakörvet nem viselt, de a nyakán ott volt a nyoma egynek. Megnéztem a fogazatát, és megállapítottam, hogy még fiatal jószág, két-három éves lehet. A bordái nem zörögtek, úgyhogy éheznie nem kellett. A bőrét vizsgálgattam éppen, amikor liegő száját becsukta, és egész testében megmerevedett. Egy másik kocsi közeledett az úton. Az állat egy darabig reménykedve észte, aztán, amikor a jármű elsont mellettünk, ismét lihegni kezdett. Most már tudtam, mi történt. Kitették. Nem sokkal ezelőtt azok az emberek, akiket szeretett, akikben megbízott, Kinyitották a kocsijuk ajtaját, és kidobták ezt a szegény kis tehetetlent egy ismeretlen helyen, aztán elhajtottak. A puszta gondolatra is rosszul lettem, és elöntött a gyilkos dű. Vajon még mulattak is ezek a szemetek azon, hogy a kis állat hiába ered utánuk? Megsimogattam a kutya fejét. Nagyon sajnáltam. Az ilyesmit a magam részéről súlyosabb bűnnek tartom a bankrablásnál. Na, gyere, mondtam az állatnak, és az ölembe vettem. Most szépen hazaviszlek. Szem már megszokta, hogy idegen kutya is utazhat az autóban, és csak lagymatag érdeklődéssel szimatolta meg. A terrier összegömbődött az utasülésen, és erősen remegett, bár rajta nyugtattam a kezemet, ahogy vezettem. Otthon Helen azonnal kitett eléje egy kis húst és kétszer sültet, de az állat nem mutatott semmi érdeklődést. – Hogy tehettek ilyet? – kérdezte a feleségem. – És miért? Mi okuk lehetett rá? Ismét megsimogattam az állat fejét, és azt mondtam. – Nem is hinnéd, hányféle oka lehet ennek. – Néha azért teszik, mert a kutya elvadul. Őnál azonban erről nem lehet szó. Elég állattal volt már dolgom, hogy meg tudjam állapítani. Ez nagyon barátságos teremtés, még ha most résen is áll a félelemtől. Ellenkezés nélkül tűrte, hogy kinyissam a száját. Fölemeljem és alaposan megvizsgáljam, ami mind arra utal, hogy kezes jószág. Olykor, folytattam, egyszerűen azért tesznek ki egy kutyát, mert ráunnak még korában veszik magukhoz, amikor aranyos, aztán amikor felnő, már nem kell nekik. Akad olyan is, aki azért teszi ki egy elhagyott vidéken a kutyáját, mert sokkalja az ebadót. Nem soroltam tovább, pedig megtehettem volna, de nem akartam tovább keseríteni Helent. Volt még számos további ok, költözés, egy kis baba születése, sőt még az is, hogy a kutyát kitúrta egy másik kedvenc. Igen, ezzel a fajta terrierrel igen könnyen megeshetett ilyesmi. Végül is esetlen kis állat nem beheti fel a versenyt mondjuk egy német juhászsal. Volt tudomásom ilyesfajta cseréről is. Egyébként, amikor megvizsgáltam az állatot, megállapítottam, hogy nem mozgott teleget. Minden bizonyal szobakutyaként tartották. Persze csak találgatni tudtam, felhívtam át a rendőrséget, nem keresnek -e egy elveszett kutyát, de nem voltam meglepve, amikor közölték, hogy nem. Egész este hiába próbáltuk megvigasztalni a terrierünket, csak feküdt, reszketve, fejét a mancsára hajtva, lehunt szemmel. Csupán akkor kapta fel a fejét, ha autó ment el az utcán. Olyankor fülelt, amíg a motorzúgás a messzeségbe nem veszett. Helen egyszer az ölébe is vette, és vagy egy óráig dédelgette, de az állatkát ez sem vidította fel. Végül úgy döntöttem, legjobb lesz, ha morfium injekciót adok be neki. Amikor elkábult tőle, szemkosarába fektettem, míg maga szem egykedvűen leheveredett a kosár mellé a szőnyegre. Másnap reggel a kiskutya még mindig igen bánatosnak tűnt, de egy kisé kialhatta az első ijedelmét, mert végre elindult körülnézni a lakásban. Amikor fölmentem a rendelőből, hogy vessek rá egy pillantást, a hátára hengeredett, és egészen természetesnek vette, hogy megbakargatom a hasát. Szeretem, ha egy kutya így viselkedik, mert ez az ember iránti bizalom jele. Na, így már jobb lesz, kisöreg, mondta. Csak föl a fejjel. A kutya egy pillanatra tágra nyitotta a száját. Mókás kis majom arca volt, és igen jól állt neki, amikor füligérő szájjal vigyorgott. Nagyon aranyos ez a kis kutya, Jim, mondta Helen. A vállam fölött áthajolva, olyan megható, de azt hiszem, nagyon meg tudnám szeretni. Éppen az volt a bökkenő, hogy én is így éreztem. Igen, könnyen megkedveltem minden olyan kitett állatot, amelyik rövidebb időre nálam talált menedéket. Akad köztük olyan is, amelyet elaltatni hoztak hozzám, de azzal a fenntartással, hogy ha csak nem talál neki valami menhelyet. Én persze mindig megpróbáltam találni, ha csak az állat nem volt gyógyíthatatlan beteg vagy bénségesen vén. Ha még boldog, egészséges élet várhatott rá, akkor mindenképpen megpróbáltam megbenteni. De mit is tehet egy állatorvos ebben a helyzetben? Azt semmiképpen, hogy nem hajlandó beinjekciózni az állatot, és elküldi a gazdát, hogy vegyenek neki valami mérget a patikában. Hiszen mi legalább tudjuk, hogy lehet fájdalommentesen átküldeni egy kutyát a másvilágra. Másfelől azt sem teheti meg az állatorvos, hogy az ilyen jószágokat mind magához veszi. Ha én ezt tettem volna minden egyes állattal, amelyen megesett a szívem, most arra komoly menazsériám lehetne. Egy szóval komoly gond ez nekem, még az én melegszívű feleségem nélkül is, akinek kénytelen voltam most azt mondani. Ugye tudod, hogy nem tarthatjuk meg? Egy ilyen kis lakásba untig elég egy kutya. Azzal egyelőre még nem akartam kirukkolni, hogy terveim szerint már nem sokáig leszünk albérlők Siegfriednél. Telen borintott. Persze, hogy tudom. Csak már régóta nem találkoztam ilyen aranyos kiskutyával, leszámítva a félelmét. Mi az ördögöt tehetnénk érte? Hát, most éppen kóbor kutyának számít, mondtam. Így elmehetne a rendőrségi kutya megőrzőbe. De onnan senki sem viszi el tíz napon belül, akkor ott vagyunk, ahol a par szakad. Alányultam a terriernek, ellenkezés nélkül, ernyettestől tűrte, hogy a karomba vegye. Látszott, hogy szereti az embereket, és bízik bennük. Megkérdezhetném persze a betegeimet is, de a legritkább esetben fordul elő, hogy éppen be tudnak fogadni egy új jövevényt. Talán meghirdethetnénk a helyi újságban. Vár csak! – mondta Helen. – Az újságról jut eszembe, nem abban volt valami egy állatmen helyről a múlt héten? Először értetlenül néztem rá, aztán leesett a tantusz. – Hát persze, róznővérről volt szó, a Topli Banks kórházból. Őt kérdezgették a kóborállatokról, amelyeket befogadott. Látod, ezt érdemes lenne megpróbálnunk. Mára még itt marad nálunk a pici, de este munka után felhívom róznővért, mondtam, azzal a kosárba raktam a terjért. Munkám végeztével azt kellett látnom, hogy a helyzet fokozódott. Amikor beléptem, a kutya Helen ölében ült, és nagyon úgy nézett ki, mint aki már jó ideje ott van. Feleségem az állat fejét simogatta, és közben bánatos képet vágott. Ráadásul, amikor megpillantottam a terriert, én is éreztem, hogy ellágyulok. Olyan veszedelmes gondolatok jártak a fejemben, mint nem tudnánk mégis valahol helyet szorítani neki, meg hát olyan nagy gondot jelentene, és még egyéb, ami mind mi lenne, ha val kezdődött. Gyorsan tennem kellett valamit, mielőtt nyakig belegabajodunk a dologba. Azonnal fölvettem a telefont, és tárcsáztam a kórház számát. Hamar odaívták Róz aki vidáman felelgetett a kérdéseimre. Semmi kivetni valót nem talált a hívásomban, és aztán ő faggatott ki, hogy a terrier milyen idős, hogy néz ki, milyen a természete. Nyilvánvaló volt, hogy már sok talált állat fordult meg a kezei között. Hallottam a ceruza kaparását is, amint jegyzetelt. Végül azt mondta. No, ez rendben is volna. Azt hiszem, az a fajta, amelyiknek általában tudunk új otthon találni. Mikor tudná idehozni? Most rögtön, feleltem. Helen ködös tekintetet vetett a kutyára, amikor a hónom alá fogtam és kimasíroztam bele az ajtón, és ebből tudtam, hogy az utolsó pillanatban cselekszem. És amint vezettem az úton, az járt a fejemben, hogy ha csak egy kissé más lenne a helyzet, ha lenne saját házunk, akkor ezt a kis barna kutyust, aki a hátán fekszik az utasülésen, és félig nyitott szájjal kérdőn bámul rám, bizony most megtartanám. Azért azt is észre kellett vennem, hogy mindig összerezzen, amikor szembe jön velünk egy autó. Azt már alika fogja valaha elfelejteni, hogy egyszer kitették. Louisa Rose nővér csinos, a negyvenes évei végén járó nő volt, egészséges és mosolygós képű, épp olyan, mint ami ennek a hangja után képzeltem. Olyan mozdulattal nyúlt a terrierért és vette át tőlem, ami erre csak egy állatbarát képes. Kis vagy, gügyögte neki. Róz háza modern épület volt a kórház szomszédságában, s mögötte voltak a kutyaketrecek kifutókkal. Némelyikben csak egyetlenebb tartózkodott, de volt egy nagy közös kifutó is, ahol a legkülönfélébb kutyák boldogan játszottak egymással. – Azt hiszem, itt jól el lesz – mondta Róz. – Itt fog a leghamarabb elfeledkezni a bajáról, és nem hinném, hogy gondjai lennének a beilleszkedéssel. Róz kinyitott egy kis ajtót a kerítésen, és beengedte rajta a terjért. A többi kutya már is körülvette, és elkezdődött az ismerkedő szimatolás. Róz elgondolkodva fogta meg az állát, és gondterelten nézett a kerítésen túlra. – Mi legyen a neve? – Muszáj nevet adnunk neki? – Lássuk csak. – Nem, az sem. – Igen, ez az. Pipnek fogjuk hívni. Róz kérdő nézett rám, mire helyeslően bólintottam. Migen, ez épp jó lesz, kiköpött pip. Ugye? kérdezte pajkos mosoly a róznővér. De hát, tudja, nekem ebben nagy gyakorlatom van, és most már könnyen megy. Szerintem is, Ezeknek itt már mind adott nevet? Na na, sorra megmutogatta nekem az ebeket. Az ott Bingo, aki csúnyán elhanyagoltak kölyök korában, Amaz Fergus, aki egyszerűen csak elveszett, az a nagyobb vizsla Griff, ő egyedül élt túl egy autós karambolt. Az ott meg szegény Tess, aki csúnyán megütötte magát, amikor kidobták egy gyorsan hajtókocsiból. Mögötte az a másik Sally Ann. Ő volt az első védencem. Rettenetes állapotba találtak rá, vemhes volt, ráadásul már véresre talpalta a lábát. Ő itt maradt, de a kölykeit minden tudtam helyezni valahol. Így kerültem kapcsolatba egy csomó kutya tulajdonossal, s mielőtt felfoghattam volna, mi történik, már híre ment, hogy én rendszeresen fogadok be kóborállatokat. Belevágtam hát a menhely kialakításába, és láthatja, mi lett belőle. Azt hiszem, nem sokára bővítenem kell. Pip most már nem keltett olyan szánalmas benyomást, amint nagy érdeklődéssel figyelt egy bothúzó vetélkedőt, egy skótjuász és egy keverék labrador között. Nevetve mondtam, nem képzeltem volna, hogy ennyi kutyát tart itt, milyen sokáig maradnak magánál. Csak addig, amíg nem találok nekik rendes gazdit. Némelyik csak pár napig marad, mások hetekig, hónapokig. Meg van egy-két olyan is, mint Szelién, akikből állandó lakók lettek. De hogy tudja ezt mind etetni? Elég sokba kerülhet, rózdővér bólintott. Hát igen, bár tartok mindenféle jótékonysági rendezvényt, és onnan is csúran csöppen valami, de azért nekem is az erszényembe kell nyúlnom. Egyelőre még bíró. Körülöttünk vidáman csaholtak és úráltak a kitett, eltaszított kutyák. Gyakran gondolkoztam azon, milyen szörnyűség, hogy egész sereg ember él a földön, aki egyáltalán nem törődik azokkal a teremtményekkel, akik rájuk vannak utalva. Szerencsére ér közöttünk egy másik angyali sereg is, amelyik mindent megtesz azért, nem sajnálva időt, fáradtságot és pénzt, hogy helyrehozza, amit ezek a gonosz, szívtelen emberek elkövettek. Megnéztem magamnak róznővért. Az ember nem is hinné, hogy aki olyan áldozatos munkát végez embertársaiért, mint ő, annak még jut hely a szívében más teremtményeknek is. De így volt. Nagyon hálás vagyok magának, nővérke, mondtam. Remélem, valaki hamarosan elviszi magától Pipet. Ha van még bármi, amiben segíthetek, feltétlenül szóljon. Ne aggódjék, doktor úr, nem hiszem, hogy ez a kis aranyos sokáig a nyakamon maradna. Mielőtt hazaindultam volna, a kerítésre támaszkodtam, és vetettem még egy pillantást Pipre. Úgy tűnt, megtalálta itt a helyét, de azért néha megállt -meg az urándozásban, és rám nézett azzal a kérdő tekintettel, amelyel csak nem örökre magához láncolt. Az a rossz érzésem támad, hogy lám, most én is cserben hagyom. Sőt, nem sokára a is túlad rajta. De félre ezekkel a komor gondolatokkal. Remélem, majd csak jobbra fordul a sor. Sehogy sem akart kimenni fejemből ez a kutya, és egy héttel az eset után már be is néztem miatt az állatmenhelyre. Róz nővért éppen kint találtam, amint esőkabátban és gumicsizmában a kutyák tájába rakta az eleséget. Gondolom Pip miatt jött, köszöntött és letette a vödrét. Képzelje, tegnap gazdája akadt. Mondtam én, hogy nem fog a nyakamon maradni. Egy igen rokos házas pár vitte el. Azzal az elhatározással jöttek, hogy befogadnak egy gazdátlan kutyát, és azonnal kiszemelték maguknak pipet. És ami azt illeti, igen, jó hetem volt, mert ez alatt sikerült remek gazdát találni Griffnek és Fergusnak is. Hát ezt örömmel hallom, mondtam. Pip sokat járt a fejemben. Itt marad ebben a körzetben? Mi az, hogy? Így derobályban, plenderliszék vették magukhoz, a férfi nyugdíjas tisztviselő, méghozzá azt hiszem elég magas beosztásban lehetett, mivel bőkezű adomát juttatott a menhelyemnek, holott nem is kértem tőle. Az egyik szép kis házat vették meg, a Hulton Ródon, ahol az állat kedvére játszhat a kertben. Megadtam nekik a maga nevét, úgyhogy előbb-utóbb nyilván föl fogják keresni. Ó, ez nagy örömmel hallom, mondtam, és így is éreztem. Így nem tűnik el végleg a szemem elől. Nem kellett soká várnom a viszontlátásra. Egy újabb hét telt el csupán, mikor megláttam a városzobában pipet, vadonatúj körvel és pórázzal, és egy korosabb házaspárral. A kutya rögtön a hátára feküdt, miért meglátott, de ezúttal már nem segélykérő volt ez a mozdulat, hanem játékos, és a szája szokásos módon fülig szaladt. Amikor lehajoltam hozzá, hogy megvakargassam, láttam, hogy drága körvet vettek neki, amelyen bilét a díszeleg a gazdák címével és telefonszámával. Ölembe vettem pipet, és bementünk mind a rendelőbe. Hadd halljam, mi a baj? kérdeztem. Nincs semmi baj, felett a testes, piros arcú, komoly tekintetű, kifogástalon öltözött férfi, a megjelenéséből ítélve valóban elég magas rangú hivatalnok lehetett. Nem régiben tettem szert erre az állatkára, és csupán azért jöttem, hogy tanácsot kérjek a tartásával kapcsolatban, mondta. Egyébként engedje meg, hogy bemutatkozzam, Plenderlis vagyok, ő pedig a feleségem. Plendernis néasszony sem volt éppen sovány, de ő a töltött galam típushoz tartozott, és korán sem tűnt annyira tiszteletre méltónak, mint az ura. Először is, folytatta Plenderlis, szeretném, ha alaposan megvizsgálná. Én ezt ugyan már megtettem két héttel korábban, de most a gazdi kedvéért megismételtem a dolgot, ami nem volt könnyű, mert Pip azonnal a hátára fordult, mielőtt ráillesztettem a stetoszkópot. Amikor a kutya lázát mértem, Plenderlis többször is végig simította az állat barna hátát, míg a felesége bátorítóan gügyökött hozzá. Egészséges, mint a mak, jelentettem ki a vizsgálat végén. Remek, mondta Plenderlis. És az a kis barna folt a hasán? kérdezte némi aggodalommal. Az csupán anyajegy, nyugtattam meg a gazdit. Értem. Mondta Plendyllis, majd fontoskodva hozzátette: El kell árulj önnek, doktor úr, hogy nekünk ő az első háziállatunk. Na már most. Én szeretek mindent körültekintően csinálni. Azt is elhatároztam, hogy Pipet nagy gonddal fogjuk nevelni, ezért vettem pár ebbe a témába vágó könyvet. Azzal megmutatott néhány vadonatúj kiadványt. Így gondozd a kutyádat. Az egészséges és a beteg kutya. Valamint, amit a border terrierről tudni kell. Nagyon helyes, mondtam, mert bár normális körülmények között túlzásnak tartottam volna ekkor előkészületet, most csupán helyeselni tudtam, hiszen nagyon örültem, amiért Pip jó kezekbe került. Már idáig is tanultam egyet mást abból, amit elolvastam, folytatta Plenderlis. És úgy gondolom, jó lenne, ha beoltaná szopornyica ellen. Mivel talált ebb, azt ugye bár nem tudjuk megállapítani, hogy erre sor kerültem már, vagy sem. Úgy legyen, bólintottam. Ha ön most nem hozta volna föl, én magam javasoltam volna előkerestem egy ampullát az oltóanyagból, és megtöltöttem vele egy fecskendőt. Pip sokkal kevésbé izgult, mint újdonsült gazdája, amikor a bőre alá fecskendeztem az oldatot. Plunderlis egész idő alatt aggodalmas képpel lapogatta az állat fejét, a felesége meg a lábát, és közben bátorító szavakat gügyögött hozzá. Amikor elraktam a fecskendőt, Plenderlis láthatóan megkönnyebbült és folytatta a kérdezősködést. Föltette a szemüvegét, elővette egy aranyszeruzát, majd kinyitott egy bőrnoteszt, amelyben gyöngybetűkkel írt listát láttam. Lássuk csak, mondta. Lenne még egy-két kérdése. És volt neki, persze nem egy és nem kettő. Igen, alaposan kifaggatott engem a kutya etetéséről, elszállásolásáról, mozgásigényéről, az ideális kutyakosár mibellétéről, miközben gyakran utalt a tankönyveiben olvasottakra. Azt mondja itt a 143. oldalon, a 9. sorban idézem, türelmesen válaszolgattam neki, bár még sok munkám volt aznap kinn a terepen, de ha egyszer az volt a vágyam, hogy kis kedvencem gondos emberek kezébe kerüljön, az most teljesült, és nem hagyhattam cserben őket. Amikor Plenderlis végzett a tájékozódással, a tőle várható akkurátus mozdulatokkal rakta el a ceruzát, a noteszt és a szemüvegét, majd közölte velem. Az egyik oka annak, hogy kutyatartásra adtam a fejemet, doktor úr, az volt, hogy szerintem nekem is alkalmat adna egy kis testmozgásra. Egyetért ön ezzel? Mi az, hogy egyetértek? Az ilyesminek az az egyik legbiztosabb módja, ha az ember tart egy ilyen eleven kis állatot. Őt egyszerűen muszáj kivinni, hogy szaladgáljon egyet a szabadban. Számítson rá, hogy vasárnap délutánonként, amikor mások a karosszékükben szúnyókálnak az újságújuk alatt, ön odakint fogja sétáltatni a kutyát, ha esik, ha fú. Plenderlis büszkén kiúzta magát, mint aki már is elképzeli magát, amint kutyát sétáltat a viharral dacolva. Arról nem is beszélve, <laughs> kuncogott Mrs. Plenderlis, hogy talán – Ebből is le fog menni egy kicsi! – azzal szeretettel meglapogatta férje tekintélyes pocakját. – Na de kedvesem! – méltatlankorott az ura, de a szája sarkában láttam egy kis félmosolyt, amely mintha rácáfolt volna Plenderlis rettenetesen tekintélyes magatartására. Megállapítottam, hogy valójában jó ember le. A hóna alá csapta a könyveit, majd a kutyáért nyúlt. Na, gyere, pipkoma, ne tartsuk föl tovább Harry doktort. A feleség azonban gyorsabb volt nála. Karjába kapta a terriert, és amint megindult kifelé a folyosón, az arcához szorította a kutyus ráncos kis pofikáját. A rendelő előtt plenderlisszék beszálltak a vadonatúj autóba, és amikor elindultak, plenderlisz méltóság teljesen bólintott nekem, a felesége pedig integetett, az utóbbi ölében ágaskodó Pip viszont rám se hederített, hanem kíváncsian fürkészte maga előtt az utat. Amikor eltűntek a szemem elől, arra gondoltam, no, ez az eset jó véget ért, meg arra, hogy valójában a kulcsfigura róznővér volt, aki már nem egy reménytelen helyzetbe került állatot mentett meg a rosszabb sorstól. Állatmenhelye minden bizonyal csak bővülni fog, és ő továbbra sem fogja sajnálni érte az áldozatot. Milyen szerencse, hogy országszerte akadnak még ilyen emberek és ilyen menhelyek, és én szerencsés vagyok, hogy közeli kapcsolatba kerülhettem velük. A legfontosabb azonban az volt, hogy Pip igazi otthonra talált. Örülök, hogy alkalmam nyílt erről a két témáról írni egyfelől a förtelmesen aljas eljárásról, ahogy az emberek kirakják az utcára vagy az országútra a nem kívánt kutyákat. Másfelől arról az áldozatos munkáról, amelyet róznővér és a hozzá hasonló teremtések végeznek. Számomra mindig nagyon valóságos volt ez a két emberfajta. Az efféle ocsmánságokra vetemedő, lelkiismeretlen emberek roppant tömege, és az a jó lelkű, bátor csapat, amelynek tagjai a magukra hagyott teremtmények megmentésének szentelik életüket. Róznővér máig is folytatja nagyszerű munkáját, és éppen a minap nyitotta meg városunk szélén kutyamenhelyének második telepét. Ide minden kidobott kóborkutyát felvesznek, és ott is tartják, míg megfelelő otthont nem találnak neki. A látogatók ezrei, akik a rendelőmben dedikáltatják könyvüket, nagylelkűen támogatják a menhelyt, ahol az adományuk minden pennyét a kutyák jólétére fordítják. Derobályban a Jóság hadserege áll nyerésre.